ki lakik odalent, kit rejt a víz. Sziasztok! Na, kis Far Sky. Én már rég játszottam vele, mert a múlt héten szerda óta balcsin voltunk. Viszont azért bekészítettem nektek pár Far Sky-t, úgyhogy a hét hátralévő részében sem unatkoztathatok, de látom, nagyon ráfüggött mindenki. Engemet beleértve. És már az emberek követelték, hogy hol az új rész, ugye lesz ma új rész. Na, ebben kapcsolatban csak annyi, hogy most egy ideig biztos lesz sok Far Sky-os videó, mert nekem is nagyon bejön a játék, viszont azért ne legyetek telhetetlenek. Tehát nekem is 24 óra egy nap dolgozom mellette, hál' Istennek ismét, meg még egyéb dolgok, tehát elégedjetek meg azzal, hogy most ez egy elég tartós széria lesz, úgy néz ki. És lesznek belőle azért videók hébe-hóba. De nem fogom egy hamar abba hagyni. Legalábbis még jó pár, egy olyan 8-10 rész biztos benne van. Na, akkor ennyit erről. A másik dolog, hogy láttam, hogy már némelyeknek fizikai fájdalma volt a kommentelés közben ordítva, hogy krumplit ültessem el. Igen, tudom, el fogom ültetni, amint találok itt ebbe a csodálatos sandbox üzemmódba megint krumplit. Na, ahogy nézem, van már egy merülő készletem. Hát kaját azt némit magamba kellene tennem, hogy jó legyen. Jó, ezt elviszem magammal, ezt betolom. A maradékból meg horgászok. Na, ebből mi lett? Jaj, gyapot, jaj, de örülök neki. Akkor ezt el is ültetjük. Na, mondom, el is ültetjük! Aj, ez a kimászás itt a... ez nagyon problematikus. Egy zsilip rendszernek jobban tudnék örülni egyébként. Na, itt a csodálatos lámpácskám, aminek egyébként a gyakorlati hasznát még nem nagyon látom, de... ez lehet, hogy csak az én hibám. De esetre megyünk előre. Fúrok egy kis szenet. A... hétvégén még így próbálgattam a játékot havernál másik gépen, és tényleg arra jutottunk, hogy baromi jó, de igazság szerint akkor hozza ki a maximum potenciát magából a játék jelenleg, hogyha az ember kvázi saját magának ki tud benne tűzni célokat és el tud veszni benne. Ha ez nincs meg, akkor azért relatíve havar megunható, és ezért nem mondom azt, hogy na gyerekek, ebből most egy ilyen 100 részes sorozat lesz, mert attól függően, hogy hogy alakul a játék, fejlesztése, kap-e új update-eket, patch-eket és mi egymást, na barakuda, takarodjál! Úgy tudom nektek majd prezentálni az újabb dolgokat benne. De az biztos, hogy potenciál ebbe is van, hangulatosnak hangulatos, és hát óceán alja, tehát mi kell ennél több. Közben lágy zene szól háttérben. Eddig 250 méterig vagyok vízálló. Hát itt nagyon mély van, hello. Hát itt nem fogok tudni följönni, várjál. Jó, hát akkor vissza, hát itt nem mehetek le. Hoppá! Akkor ezt a kis szirtet becélozzuk. Jó, úszunk följebb. Vigyázni kell, mert ha túl mélyre merülünk, akkor összetörik a búvár felszerelésünk. Mert ugye a nagy nyomás miatt. Az lenne még durva, hogyha tényleg bevezetnék azt a játékba, hogy vagy bevezették volna, hogy keszonbetegség. Tehát ha túl hamar jövünk fel a mélységből, akkor az nem tesz túl jót az arcbőrnek. Na, ó, ez itt a jó nekem való holmi. Rézérc. És majd figyelnem kell az oxigén szintemre is, mert még nem túl menő így a felszerelésem. Hát mi van rajta? Hát az első alapszintű sisak. Hát most kell pár réz. Hát amit, amennyit lehet, most itt összebányázgatok. Ó, ott egy láda is, vagy ládák, ahogy nézem. Jaj, de ne homokot. 46 réz. Hoppá.
A giga meg a horgászhal. Jó, elmegyek erre. És még arra kell figyelnem, mert most még a páncélzatom is nagyon hikamat, hogy nehogy valami ragadozó belém kössön, meg hát ugye, hogy sötétedés előtt visszaérjek a bázis. Ó, krumpli! Huhú! Van krumpli! A jó krumpli. Ó, hát ez egy nagyon jó kis láda volt. Na, tehát ott tartottam, hogy ha az ember nem tűz ki magának a játékban ilyen kis célokat, azért elég hamar a végére lehet jutni a dolognak. Tehát kifejleszteni mindent, és akkor tényleg már csak az marad, hogy halászás, bázisbővidgetés, halászás, bázisbővidgetés, ami félreértés ne essék, tehát a játék az messze eleget kínál az áráért, így szórakozásban, megtartalomban. De azért szerintem záros határidőn belül meg lehet unni. De ez mondom csak az én véleményem. Mit dobtam ki? Jaj, Istenem, félre kattintás. Na, ébresztő. Gameplay van. Nem valami ércet. Jó, úgy tűnik nem. Jaj, Istenem, a padlókat dobtam ki. Ja ne nem, azok is ott vannak. Megnyugodtam. Jó, na, itt akkor ennél a tengeralattjáró vagy hajóroncsnál itt elég busás loot volt. Hoppá. Szembe jött a nagy horgászhal. Jó, akkor szerintem még itt feléleztem ezt a kis droidot. Azt is olvastam egyébként, ezt már rájöttem. Ó, még kell hozzá. Jaj, hogy ezeket dobtam ki. Oké. Akkor vágok egy kis fénygolyót. Mennyi kell hozzá? 5? Ó, ez mindjárt pikpak meg lesz. Még csak 4 van. Na, most megvan az 5. Tehát azt írtátok, hogy ez is így lövi az ellenséges ragadozókat, ha úgy állítjuk be. Na jó, ússzunk fel a felszín felé. Nem úszok fel. Hoppá, félúton megállok. A sandbox módnak egyébként tényleg semmi célja nincsen, tehát nincsen, hogy megnyerd a játékot. Az adventure mód az cirka... Ha az ember nagyon kenni vágja, meg ügyes, meg van, mákja van, akkor mondjuk másfél-két óra. De mondom, ez a játék azért jó, mert így elveszhet benne az ember. Hát az tipikus ilyen sandbox. Ráadásul, ezt most néztem, java alapú az egész, vagy jáva, vagy nem tudom, hogy kell ezt ejteni. Mindegy, tehát ilyen jáva alapú az egész. Hó, belebanc. És 200 mega! Szóval megint egy ilyen iszonyatosan minimál játék, és ahhoz képest baromi jó. Hol a hús? Jaj, hogy mész innét! Aj, a pörölj mindenit, pörölj cápa mindenit. Jó, ez még jönni fog. Egy jó cápa hús itt még így búcsúzóul. Na és ott lövi, csak én meg mindjárt megfulladok. Na még egy, talán most meghal. Ó, hogy az a... Na, mindjárt elfogy az oxigén. Ó, a cápahúsi megvolt. Jó, azért még érte megyek. Gyorsan, csak a barakúda rám nem moccanjon. Finom cápahúsi. Az az. Mindjárt kifogy az oxigénem. Ó, nagy levegő. Na jó, akkor ennyi izgalomra most egy kis házbővítés következik.
Na jó, úgyis elég szűkösen voltam már, úgyhogy folytatódjék a házbővítés. Elsőre én úgy akarom, hogy itt legyen egy ilyen kis szobácska, ahol a kis paszujjaimat növeszthetem. Ó, ahogy hallom, delfinek vannak a közelben. Szép, okos delfinek. Jó, kettő oda, kettő oda. Nagyszerű. Ó, itt lesz egy ilyen kis növényes szoba. De jó lesz. Jó, akkor most jöhetnek az ablakok. Mert ablak nélkül csak közben éhen ne dögöljek. Az is egy fontos szempont. Jó, hát egyre ennyi ablak, aztán majd max találok még, vagy majd készítek. Jó, ide betolom a szenet, jöhet a húsika. Ezt megsüti nekem szépen a berendezés. Na, és akkor ültessünk krumplit! Jó, jöhet a krumpli. Na, és mi van itt még? Ó, és répa magvak. Jó, aztán majd kell kerítenem még földet, hogy még több ilyen kis növényes ládát csináljak. Ez a víz alatti kertészkedés, ez tetszik amúgy. A hangot, és tényleg az dobná még fel, hogyha ez oxigént termelne. Na, mi van itt még? Azt mondja. Szükségem lesz egy jobb búvár felszerelésre. Oké, ez meg volt. Akkor szükségem lesz valami jobb légzőpalackra. Oké, ez is megvolt. És szükségem lesz valami páncélzatra. Jó, ez is megvolt. Na, most egy ilyen szépen felöltöztem így pikpak. Akkor most már le tudok mélyebbre is merülni. Jó, még gyorsan zabbantok. És megsütjük a cápahúst. Kéne itt még nekem egy láda. A láda fiából. Jó, egy nagy láda. Ez, ennek az asztalnak és a széknek nem tudom mi az értelme. Jó, a ládát azt berakjuk így ide, egyelőre. És akkor ebbe gyűjtjük a ritka holmikat, meg az egyéb felszereléseket. Jó, kőre abban nagyon nem lesz szükség. Jó, a régi cuccaimat ide be. Hát még ezt is. Itt elfér, jó, az üveg. Trágyára sem lesz nagyon szükség. Ó, magnezitércem is van, meg rézérc. Ó, abból viszont eléggé lefogytam. Jó, majd el kell menni ott lehelyezni egy ilyen rézbányás holmit. Na nézzük, hogy itt még mire lenne szükség. Lehet ilyen védőágyukat is készíteni, csak ahhoz magnezitot kéne már készítenem. Jó, egy kaját is, mindenképp. Jó, ehhez pedig még réz meg arany kell. Jól van. Azt mondja, hogy... Hol mentünk le? Azt mondja, hogy... Aha, itt voltunk. Akkor ez pont a hátam mögött van. Errefele. Ott azon a platformon volt réz. Az meg ott szépen bányássza nekem a cuccot. Azt teljesen jó lesz, majd visszaszedem. Amikor jövök hazafele. Csak be ne sötétedjen. Ja, de mondjuk most pont úgy állítottam be a napszakokat, hogy... Mennyi? 15 perces a nappal, és 5 perces az éjszaka, tehát egy full napot lejátszok, és az pont kiad egy epizódot. Milyen előrelátó voltam. Napom a tenger alatt. Na, és akkor azt terveztem majd, hogy így mindent kifejlesztek, és akkor csinálok a víz alatt egy ilyen mély tengeri bázist majd. Meg majd csatározok a polipokkal. Szóval lesz itt mindenféle dolog. Tehát még mondom, jó pár epizód benne van ebbe a szériába. Aztán ki tudja, lehet, hogy kap majd egy patchet, hogy mit tudom én, betesznek újabb lényeket, meg vízi állatokat, meg eszközöket, bár úgy lenne. Hoppá, mit látnak szemeim? Egy kincses láda. De jó. Lett arany, amivel a sandbox módban lehet extra felszereléseket venni rögtön kezdéskor.
Sok értelme nincs, csak tényleg megkönnyítheti az ember magának a játékot, de azon túl más nincs. Na már 34-en ércet kiszedtem. Ennyi most elég szerintem. Valamit úszik. Az óriás vízigyík, vagy mi ez? Ez valami vízigyíkszerű cucc. Ja, csak meg ne lője. Hülye robot. Na jó, szerintem akkor fölfele vezessen az utunk. Nagy öles mellcsapásokkal. Olyan jönnek a medúzák. Akkor vigyázni kell, mert sokan vannak. Bár mondjuk könnyen le lehet őket vagdosni, akár még késsel is. Úgyhogy annyira nem para. Viszont ezek alapból agresszívak, hogyha közel megy hozzájuk az ember. A ragadozók általában csak éjszaka, de ezek éjjel-nappal betámadják az óvatlan ember, búvárokat. Nézzük csak, jól van, akkor most begyűjtjük a fémet, mert az is elfogyott egy picit. Egészen picikét, meg még mellé kaját gyorsan itt a... Ó! Oh, jó, hogy nem most kezdtem el, hát itt jött a cápa. És nincs nálam semmi szigony. Azért ezek ellen a nagyobb dögök ellen nem árt, ha van az embernél szigony. Mert... Hát igaz, hogy nagyon kiszámítható a támadási mintázat. Tehát, hogy így... Oda jönnek. Hoppá. Jó, inkább most bemegyek. Nehogy már baj legyen. Jó, készítek inkább szigonyokat. Jó, ebből tudok párat. Jó, ezt be is rakom. Nagyon jó. De közben itt nő tovább a növény, és ahogy nézem, kezd beesteledni. Aha, szóval itt bújik még a fémkészlet. Jól van, jól van. Na nézzük. Kimegyek még egy kicsit cápát írtani. De gyertek, ragadozók. Ki mer szembeszállni velem? Közben itt békésen. De nézzétek, ezek így visszahúzódnak, ezek a kék növények, itt tök jó. Tényleg ilyen korallzátony feelingje van. Jó, ha csak nem jönnek csapatostul a barakúdák, akkor nincs gáz. Na? Jó, úgy tűnik, az a cápa most rám fog moccanni. Ja, jön is, jön is, jön is! Nesze a pofádba! Ooooooj! A ninja reflex! Hosszú lesz ez az éjszaka, már érzem. Mondta rája husi? Az jóféle. Ezeket is le lehet vadászni. Meg majd még egy bálnát is le akarok teríteni valamikor. Csak ugye az elég sok szigonyt kíván. Ajaj, három darab hosszú hal. Mi ez már, barakuda? Azokkal inkább nem szórakozom. Ott mennek. Jó, a kis droidom azok lője szét őket. Ha majd lejjebb tudok menni, csinálok ágyukat is, és akkor bevédem itt a körletet. Na, kész van már a gyapot. Jól van, itt nő a kis kertecském. Mi kell egyébként a növényeknek? Szeretet és szusztrál, tudom, de azon túl... mi kell? Trágya kell, vagy mi? Azt mondja, hogy kettő darab olyan zöld, négy darab olyan... Ha, jó, 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 akkor még elmegyek azért a... trágyáért. Bár ahogy nézem, az ott nagyon mélyen van, máshol kell kerítenem. Bár már oda le tudok menni.
akkor lemegyek. De lehet, hogy már csak a következő részben, mert lassan az éjszaka végére érünk, és én innen most nem akarok azért olyan messze menni. Főleg úgy, hogy még nincsen ilyen propelleres hajtómechanizmusom, amivel könnyedén föl tudnék jönni a mélységből. Na, kimegyek még kicsit cápát vadászni. Vagy tonhalat. És hogy szétszélettek? Na, mi van itt? Hol? Nem jött semmi. Jó, nincs ragadozó a láthatáron. Őrzöm a körletet. Felúszok ide a tetejére. Ja, egy új emelet amúgy, még azt akarok. Ide a kis növénykertbe. Ojaj, ojaj. Három barakúda. Van nálam elég nyilvessző? Nesze. Ó, három barakudával is el fogok tudni bánni, akkor nem lesz para. Mit lő és hol? Valamit itt nagyon horgászik nekem a kis drónom. Közben jó kis chill out zene szól. Teljesen jó ez a játék. Nyami nyami. Finom finom. Mi ez? Tonhal. Husi. Jó, úgy tűnik sikerült elkergettem a ragadozókat a körletemről. Ez az. Meneküljenek csak. Szerintem kezdek megéhezni. Jó, zavaros lett a víz így éjszaka. Odafönn meg ki tudja mi van. Lehet nagy tengeri vihar dúl éppen. Ez is mondjuk egy durva update lenne, ha mondjuk az áramlatokat betennék, és akkor így a fenti részekben, hát olyan, mint az időjárás mondjuk egy Don't Starba, tehát az eső, csak itt áramlatok vannak, és akkor azok így jobbra-balra sodorják a játékost, ami inkább kellemetlen, de valami extra dolgot még be lehetne tenni mellé. Na, így bekapcsolt a lámpa, helyes, na, megeszem a cápa húsit így vacsira, és kisütök egy újabb adaggal. Hú, de sok finom dolog van itt nálam. Újabb fűszál, ezt megszentem magamhoz veszem. És lehelyezem ide szépen a sarokba. És az én kis kertecském így tovább bővül. És ide pedig akkor egy második emeletet is elkezdek. Inkább ide. Itt jó lesz. És akkor itt tudok még építkezni egy picit. Hát ameddig van építőlap. Na és akkor így lehet emeletet készíteni. Ilyen kis szobácskát. És megkészíts a második emelet. Nagyszerű. Hopp, és itt fogytunk. Nem baj, van itt egy második szoba. Teljesen jó. Na, ide még ültetek majd szerintem még egy répát, csak akkor már ez a termés kinő. És ahogy nézem, megvirratt. Na, hát akkor én megköszönöm szépen a figyelmeteket. Ez volt így a második napom így a Survivor Sandbox üzemmódban. És innen fogjuk folytatni újabb kalandokkal. Szerintem lemerészkedek majd a mély tengerbe. Hát ez a fehér cápa nem volt túl hosszú életű. És onnan próbálok meg felhozni nyersanyagokat, hogy utána itt fejleszthessem a készletemet, meg a bázist. Innen folytatjuk, legyetek jók, sziasztok!